Bemutatták a Világ mozaikokból című könyvet péntek délután a Honvéd Kaszinóban. A könyv írója, Balázs Judit közgazdász professzor, kalandos életéről is mesélt a jelenlévőknek. A nagykanizsai születésű Balázs Judit 17 könyvet írt, ebből 14 közgazdaságtanról és az iszlámtudományról szóló mű, valamint biztonságpolitikai szakkönyv. A professzor fél évig élt Dél-Afrikában, 3 évig pedig egy egyiptomi egyetemen tanított. A pandémia alatt döntött el, hogy egy könnyen műfajba is belekóstol, és korábbi útjairól hozott emlékeit egy könyv formájában is megosztja a közönséggel. Hamar elkerültem kanizsáról, amit nagyon sajnálok. De az élet nagyon sok felé sodort, és több évet töltöttem különböző országokban. És valójában talán a pandémia vezetett arra, hogy ezt megpróbáljam írásba foglalni. A bezártság is arra vezetett, hogy az emlékeimet még egyszer felidézzem, és papírra vessem, hogy mit is éltem át 54 országban. Balázs Judit pályafutása során oktatott a berlini Humboldt Egyetemen, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, de volt Sopronban a világgazdaságtani tanszék vezetője is. Halmos Ildikó, a Honvéd Kaszinó igazgatója szerint Balázs Judit írásai különlegesek, és szinte bármelyik korosztály számára érdekes olvasmányként szolgálnak. Én is nagyon szeretek utazni, és minden, ami a világban történik, az nagyon érdekel, és Judit asszonynak amúgy is olyan kedves, humoros stílusa van, hogy garancia volt arra, hogy valószínűleg az est is nagyon hangulatos lesz, és kötetlen, érdekes, élménydús. Az író elmondta, egyetlen egy jegyzetet sem készített soha, hanem mindig az emlékezetére támaszkodik, ezért a könyv megírásánál szinte újra átélte barangolásait a világban.